Sziasztok, én Dévikus, nem más, mint egy Movie Cinema Simulator, ahol már ott is áll a pultba a Csajci, akivel a School kafetériában találkoztunk, és mondta nekünk, hogy akar majd egy mozit nyitni, szóval már itt is vagyok. Play! Végre felkeltél! Hát érdekes ezek az ebédszünetek mellé, egy kis szundi csak belefér. Come on, sieznünk kell, megnyitjuk a cinemát, majd én megmutatom neked, hogy hogyan menedzseld a családi mozinkat, szóval a valakije vagyunk Melifnek. Már jövök is Melif. Ó, hey, Ike! És mellette a Tokoket, ha jól láttam, igen, már követlek is. Ugye mindegyik ilyen játékban más főszereplővel vagyunk, igazából csak két kéz vagyunk, hát most, na, bőven elég. És így mindig másképpen rendeződünk bele a sztoriba. Hát ez lesz a kis mozzink, ha jól láttam. A kislányok meg kisfiúk már jönnek is erre a suliból. Vége a sulinak, szóval lehet jönni mozizni. Okay. Oké, miért kell ide egy labirintus rakni bejárat, azt komolyan mondom. Ó, oh, nice, az lenne ott a izé, hogy mikor van vetítés és mikor van kettő közötti idő. Hát igen, ahogy látom, le van lakva keményen a hely, de hát itt vagyunk, hogy kipufozzuk. Nyomjad Melif, mit kell tudni? Ó, majd jönnek is, várjál már, ki vagyunk egyetlen nyitva? Aha, ticket machine van, szóval nagy luxusba toljuk, mert itt is vannak, és az ott a kis ticket machine, gondolom ott beütik, hogy mit szeretnének nézni, meg rányomok, hogy Oké, fizes. Oké, itt vagyok, ő pedig fogja a kezünket. Milyen kedves. Na nézzük csak, mit szeretne nézni. A Terminatedet. Biztos, hogy nem a vises Terminátor, 41 éves, már ha érdekel valakit. Ja, tehát 17 pluszos a film, szóval ő bemehet ide. A stúdió egyben lesz, és három üres hely maradt, és három hely van összesen. Wow, azért belecsaptunk a lecsóba keményen, egy nagyobb nappali azért nagyobb ettől. Semmi baj, már piros is lett a hely. A következő, ő is a Terminator. Nétidre, 18 éves, épp hogy csak, de ma van a szerencsenapod, már be is mehetsz, de a kislány viszont nem mehet be 10 évesen, ő még csak maximum a Tamás a gyors vonat, vagy nem tudom mi lesz majd itt a neve, oda mehet. Good job! Igazán mindent beláttam, köszönöm szépen. Na és akkor be kell néznünk, hogy minden patente, minden jó működik-e. Hello! Hát itt azért van több szék is, semmi probléma, Melif, vagy ebbe lesz a film. Tomész? Ja, bejött ide hátulra. Ó, igen, értem már. Hát, szalagot kell benne cserélni, vagy mi baja van? Még szerencse, hogy ide jöttünk. A projektor elromlott. Try to fix it. Nagypapa csőkúcsát elő is vettük, aztán mehet is a javítás. Igen, ezt így rángatni kell. Ez így működik, igen? Oké, jó voltam. Már készen is állunk mindennel. Behet a film, hopp. Hopp, a Dodol stúdió már be is töltött, nem baj, ha ide leülök, elnézést, azt a mindenit. Mekkora gépfegyvere van a csávónak. Na, nézd a filmet, Melif, hagyjál már! Vagy ennyi volt a film, már vége is van azért. Mindenhol koszhagynak után ezek a látogatók. Hát talán nem négyszer annyi popcornt kéne beletolni a izébe, a kis kosarukba, mint amennyi belefér. Hát ők ennek biztos örülnek, mi annyira nem, mert mire beérnek szét, hánynak mindent. Nachos szósz is megszaladta, ahogy látom. Oké, igazából készen állunk a következő vetítésre. Áh, szóval ezek brók. Ó, ugye hosszabb film, nem kell kimenni budira, csak az üres popcornos bödön találdobod, azt már mehet is. És merre van az iroda? Oké, nem erre. Ah, staffolni, that's me, én bejöhetek. Oh my god, micsoda munkakörnyezet, nagyszerű. Itt tudunk jó sok mindent felállnokkolni, meg menedzselni. Például a popcorn gépet. Aha, jelenleg ez grátisba kapjuk, viszont már upgrade-elni 1000-be fog majd kerülni, hát 40-ünk van. Hát szóval itt látjuk, hogy melyik filmek éppen a felkapottak, tehát nem egy Cinema City vagyunk, ahol éppen mindig a legújabb megy. Itt mi rámegyünk arra, amit éppen visznek, néznek. És az alapján tudjuk beállítani mindig a következő napra, hogy mik menjenek a moziba, és így várva, hogy jó lesz. Most beraktuk azt a horrort, szóval emetleg, az a legnépszerűbb. Igen, minden nap 4 vetítés van, a sárgában mindig takarítunk, eladjuk a jegyeket, és utána kezdődik a vetítés, aztán újra, és vége a napnak. Sparák is bízza a nagypapa cinemáját, kibásét, és ő pedig ma a saját filmjét folgatja. Szóval ezért sózta ránk, hogy ő közben nyomja az operatőröst itt. Jó van, figyelj. Jó lesz az. Ja, most az ice cream van felvéve a lejátszási listára, és már érkezzek is rá. Nem tudom, hogy végig ez lesz amúgy. CCTV.
Ó, hogy éppen dobálják a széket, azt is látjuk. Ha, nice, oké. Vagy éppen valaki hazavinné magával a széket, azt is időbe ki tudjuk szúrni. Jézusom, mi van? Több székünk lett így hirtelen? Hát, a Terminated-et akarja, várja, az a stúdió egybe fog majd menni. 14 éves, viszont fizetted 40 LP-t, nem? Menj innen. Te... Érdekes, a horror, az bárkinek nézhető. Jó, van mennyi? 10 a profit. Ne gyertek már ilyen fiatalon, komolyan mondom. És a horrorra akar menni, mehetsz. Ő is oda, mehetsz. Hát tele a terem bátyja, mehetsz. Valakinek belőz az ölébe. Studio is full, hát akkor viszlát. Na, végre a néni elég idős ahhoz, hogy bemenjen. Tele a terem, te 18, mehetsz. Te se mehetsz. Nagyon-nagyon meg akarják nézni. Torrent lesz le ottom, mit izgulsz? Ott is tele a terem, what? Hello! Ez az első napunk, ne aggódjatok, mindjárt hozok egy kalapácsot, várja, a kulcsit is működik, hát persze, jó van. Mehetünk is tovább, itt vagyok. Na, oké, a másik is tele van, és akkor emeltetek innentől kezdve, nincs ember, akit beengedhetnénk. Na, zárják be, vagy valamit, komolyan mondom. Na mindegy, figyelj, itt is bent ülnek, minden rendben, a kamera készen áll, vagyis a projektor, és akkor a stúdió 2, az meg itt van. Hello, ez egy személyes, vagy a többiek meg retyón vannak. Ó, aha, azt hiszem retyón vannak. Jó, semmi baj, még van idő a kezdésig. Leellenőrzöm ott is a projektort. Jó, megjöttek. Na várjál, de akkor ki volt a retyó? Hello, gyere már ki! Elmentetek, te nem lehetsz ide bent. Uram! What? Mi volt az a hang? És... miért kerültem át a nőibe? The fuck? Na mindegy, valaki beköltözött a WC-be, semmi probléma. A vetítés, na várjál, akkor lényegében több vetítés van, csak mindegyik vetítés ugyanakkor indul, és amennyi termünk van, annyi indul el akkor. Nincs többi egy, sajnálom, vagy vegyek új székeket, vagy mit csináljak? Várjál, azokat nem lehet megcsavarozni? Ez nem lenne rossz, hogyha ide is beférnének. Nem, ide... zsírújat kell venni. Stúdió 1, aha, gondolom egy upgrade, egy seatet fog hozzáadni. Egy 100-esér bőven, 500-esér is még bőven, és ja, az 1000-es is belefér. 2000 is, a következőben 17000, ja jó van. Meg egy 4000, és akkor jók leszünk. Várjál, popcornt senki se kért amúgy. Hát pedig itt van. Én nagyon szívesen csinálnék. Sweet popcorn. Ó, ja, hogy ez a sweet, az meg a sós. Már érzem a popcorn illatát a kezembe. Az ki? Hello, a kalózos filmet nem ma játsszuk, vagy a gangstereset, vagy nem tudom mi akarsz lenni. Te vagy a cinema owner, ugye? Fizetned kell, ha itt akarsz bizniszt nyitni. Fizetnék, de éppen kitolnak az ajtón, semmi baj. Ignore, de inkább te nem mondjad meg. Well, well, well. Valami bajt akarsz, igaz? Na, és most mi lesz? Hé, hey, hülye, anyád, gyere ki onnan! Várja, volt baseball ütő itt a izéné. Nem, hát mindjárt összeveri az embereket. Ja nem, a projektort akarja. Menj már innen, te gyökér. Tudod, kinek fizetek védelmi pénzt? Nem. Nem. Fejleszteni kell a baseball ütőt, azt érzem. De jó. Egy kicsit csúszunk a vetítéssel, pillanat. Ajaj, ajaj, csörög az óra. Indul a vetítés gyorsabban. Oké, egyik megvan. Már indul is. Nagyon, nagyon jó. És itt meg... esetleg egy kis ajándék popcorn, srácok. Légy pontozzatok le. Egy másodperc is indulunk. Már megy is. Na, ugye csak. Várni kellett egy 10 percet. De megérte. Na, figyelemmel is kísérhetjük őket, hogy... izgi a film, meg ilyenek. Szerintem teljesen jó. Jó hosszú egy film, te? Azért addig bőven van időnk egy kicsikét nézelődni itt. Tools, aha. Na, hol a baseball zütő? 3500? Szerintem megéri. Jó befektetés. Igaz, még popcornból se vettek túl sokat, viszont soda machine se lenne rossz. Egy kis kóla, egy kis popcorn, az úgy jó csúszik majd, és ott van, hogy 10 LP a profitunk a pián, 8 LP a popcornon. It's fine, nekem tetszik. Staff, na nézzük csak. Oké. Hát ez még nincs. Viszont adhatunk nevet a mozinak, igen. Mi leszünk a cinema
Town. Figyelj, ezt ide basszítitek, egy rosszabb nem lehet, most komolyan. Oké, okay, tökéletes. És hogy elkezd bevetítés? Hello. Mindjárt végzünk. Beállunk ide az ajtóba fenyegetően, mint hogy szoktak. Szugeráljuk őket, hogy takarodjatok már kifele. Ah, ez egy dislike. Ez elég szomorú. Bad ending a Terminátornak, na? Kész vagytok már? Én már takarítanék. Remélem nem zavarok. Na, azaz, nagyon jó. Ember arra kiárat. A kreditet végig se próbáljátok várni. A nagy baj lesz. Egy kis popcornos tasi eldobva. Kár, hogy amúgy nem is vettetek popcorn, de azért örülök, hogy hoztatok magatokkal otthonról, és azt eldobtátok itt. Hol a kuka amúgy? Jó, egyenlőre hagyom az inventoriba. Kitakarítunk a másikba is, és hogy látom, nagyon jönnek a WC felől, szóval lehet, hogy lesz itt probléma. Aha! Hát ő nem bírta ki odáig. Jó, semmi baj. Hát... gondolom bent is minden okés. Remélem jó ratingeket hagytatok. Azért ez egy 5 csillagos kiszolgálás volt. Ajjajjajjajj, várja. Visitors... jó, hogy kik jöhetnek. Oké. Okay. Szevasztok! Már adjuk is el a jegyeket a következő vetítésre. Te nem, te se. Hihetetlenek vagytok. Oh, no! De igen, fuck, be kell még jönni. Ó, oh, jaj, valószínűleg az előbb is kértetek popcorn, csak... hát... nem adtam. Paracsa, itt a popcorn, és mit kérsz? Vizet? Vagy melyik az? Kaumua. Aha, az fincsi hangzik. Hát így hang alapján... limonádé. Tessék. Hát lesz ez, gyertek. A horroros termék már be is telt, ha jól láttam. Adom ki a popcornt, mindenki a sweet popcornt kéri. Hát pedig... a sósra többet isztok. Nem lenne nekem rossz. És természetesen ezek is elromolhatnak, szóval ezeket is meg kell hegeszteni. Nem is értem, miért nem kézzel nyomjuk ki belőle az üdítőt, mint néha a nachos szószt is kézzel nyomják. Megoldás. Oké, mehetsz. Mi van, egy középiskolás osztály jött, vagy mi? Ugye vetítés van, hello? Ez még popcornnél jössz? Jött Ivona előbb. Desik, még talán odaérsz? Hop. Ne! Buktuk azt a popcornt, és a sorban álló ember is inkább elhúzott. Pillanat. Valaki horkol? Jó hallom? Azért ennyire még nem durva a helyzet. Alig 3 másodperce. What? A másikba. Hey! Hát... mi? Szerintem... mit csinálsz? Megy fel utána enkorra, mi? Hülye vagy? Takarodó van innen kifelé. De meg kelj már föl, hát egy ütve fúró úgy horkolsz. Mások filmet néznének, ember. Jó van, nézzétek. Most van a legizgibb rész. A nénit mindjárt hátba támadják. Ja, mindegy. Viszont nálam van a kamerája. Hát akkor ezt eladjuk eBay-en. Hát nem hiszem el. Csak azért megkapd az elite rangot? Vagy mit akarsz te itt izé kalózkodni? Komolyan. Problem detected. What? Ez a halvás? Hát de mit csinálják vele? Fogják egy szilveszter dudát a kezembe, az nyomassam, vagy locsoljam meg, mint a virágot? Hoppá! Aha! Igen, ez lesz az. És nézzük tovább a filmet, tehát hogy ez így teljesen megszokott bánásmód egy moziba, hogy nyakon locsolnak egy vödör vízzel, ha eludnál. Semmi probléma. Na szóval a kamerát lerakhatjuk akár kint az előtérbe, vagy eladhatjuk eBay-en? Hát itt nem látok ilyet, lehet, hogy van valami kis bolt esetleg, ahol el lehet adni. Van egy General Store, meg ilyenek. Nem. Gyű, hát nem kicsi a város, azt kell, hogy mondjam. De persze ezt még nem találtam, hogy hol lehetne eladni. Fitness. What? Jó nyomod. Hey, te nem izé vagy. Quest coming soon. Ez a school kafetériával az a nagyon kipattintott kisgyerek, aki azóta még jobban ki van pattintva, és már látszol a középiskolás. Akkor lehet, hogy így be tudjuk lőni, hogy nagyjából itt 10 évvel vagyunk a school kafetéria után. Lehet. Hát egyelőre nem tudom, hogy ott nem eladni ezt a cuccost, viszont gyűjtögessük. Jó lesz az még. Berakjuk ide a nagy inventory-ba. Oh my god, megint. Már ezret kér. Na hagyjál már. 1v1, de ne szaladjál el! Hát fődbe tiporlak. De jó csebez. Ne, most javítottam meg! Jó, már csak 4 ütés végül is.
egész jó. Ja, teremtakarítás, aztán adjuk el a jegyeket. Hát már most kicsit kevésnek érzem magamat így egyedül, hogy őszinte legyek. Kell ide majd az alkalmazott. Jaj! Beengedtem a kis sávot a izébe, a 18 pluszosba. Jó, még nem hiszem, hogy meg fog állni a fejlődésbe a Schwarztól, de... Lement az értékelési picsidász! Jó. Ezen fog egyelőre bulli a dolog, szerintem. Ki kéne szolgálni őket. Á, mondjuk, hogyha nézi a plakátot, akkor utána nem jön jegyet venni, mert... Hát... Nem látja, igen. És ezzel mit csinálják? Ah, jó, hogy simán egy zével. Ah, oké. Okay. Megoldottam. What? Kislány, ebben a moziban nem lehet szerelmesnek lenni. Undorítóak vagytok. Ne nézzetek egymásra. Fúj! Tehát kisebbet belekezett kisfiú. Most ez baseballzütővel kell? Hát ezért ennyire nem lennék drasztikus, de... Jó. Nem illik, nem illik. Értem én, hogy fiatalság, bolondság, de ennyire? Na, itt meg... Csórikám már veszi izét. Kik halált? Hát nem hiszem el. Oké, most van egy kis időm, hogy például ezeket letakarítsam. Nem? Oké, hát gondolom azt is upgrade-elni kell. Lobby upgrade 2. Nézzük. Kevesebb lett. Wow. Konkrétan másodperceként minden is elromlik, szóval hát egyelőre annyira sok pénzem nincs, hogy mindent felupgrade-eljek, de legalább a wrench-et tudom upgrade-elni. Az is valami. Jó, felsztekkelem magamat popcornokkal, meg ilyenekkel, és akkor könnyebb lesz kiszolgálni őket. Vagy simán lehetne önkiszolgáló is. Bedobják a pénzt, elviszik a popcornt. Igaz, hogy már félnapos popcornok lesznek kirakva, de... Fogorvos ott van a szomszédba. Semmi baj. Kérünk tőle egy kis százalékot az új páciensekért. Oké, végeztek, és egészen sok a like, kevés a WC-re menő ember. Ezt persze szeretem látni. Hát, sokkal gyorsabb azért nem lett a wrench, de... Nyomatja. Aha, hát nem szolgálják ki magukat, de így ezért egészen egyszerű a dolgom. Hallod? Ez a Subway Surfers gyereknek a vicces verziója? Hát mit csinálsz? De jó, hogy szétgrafitizel itt mindent. Ebből az rendőr is mindig üldöz téged. Még lehet lebeszélhetnék valami dealt, hogy Subway Surfernek adja oda a jogait, aztán az alsóbb sorokba menne egy gameplay, hogy jobban lekesik a mozi néző figyelmét. Szerinte piacirés, Subway mozi. Legalább egyszer ne lenne rendbontás az egyik vetítésen, komolyan. Valami jumpscare-re kell kezdeni a filmeket, és akkor nem fognak elaludni, vagy én nem tudom. Ömlik a jóre kolankaling, kedvenc kólám. Legalábbis nem kérte folyamatosan szaladgálni a nénihez. Van rám itt kis konyha is, és hát egyelőre nem nagyon használjuk, viszont ahogy láttam, lehet ilyen komolyabb kajákat is felvenni az étlapra. És azt mondom, hogy itt látom a ratingnél, hogy például man az popcorn ezt a izét piát szereti, és hotdog és hambi. Sült krumplit azt már fel tudjuk oldani, de a többi ez még fejlődni kell. Reméljük sült krumpliból is jó, fel vagyunk készülve. Koszos gép, koszos olaj, már készül is a finom egészséges sült krumpli. Ó, Jézus Mária, azért nem gondoltam, hogy ennyire jó fog menni. Ó, a vizes kannával eloltani a forró olajat, igen, ez jó ötlet. Egy pluszba robbantsuk is föl a mozit, ez nagyon király, hallod? Jó, semmi baj, túléltük valami csoda folytán. De léci, ha ne így olsd el az égő olajat, oké? Okay? Mert nagyjából így fog kinézni 10-szerekkorába. Na jó, azért mindennek van egy határa. Az mi? Ennyi rizg is volt a film, hogy konkrétan egy pillanatig se lehet felállni. Ja, jó van. Zsebre rakjuk. Let's go. HBZ ez volt az utolsó vetítés, szóval innentől kezdve aludni kell ahhoz, hogy peregjen a holnapi nap. Addig viszont van időnk például egy-két dolgot megnézni. Csók a családnak. Te így várod a holnapi nyitást? Vagy mi? Nagyszerű reklámolc. Hoppá. Megvan a kuka. És itt is van egy küldetés ismeretlentől. Annó a nagypapával volt partnerségben, és együtt nyitották meg a cinemát, azt mondja. És a Csajci, a tesónk, emlékszik ránk is. Ő Roti. Egy másik térségben cinema tulajdonos. Oké, hogy csak így beköszön nekünk, hogy csá. Gondolom majd még lesz szerepe. Vannak kis cinema felszerelések, hogy azért legyen valami kis díszítés. Például a cinema felirat, hogy véletlenül se téveszik el, hogy hol vannak, tábla,
izé, ilyen kis figura. Ez teljesen jó. És akkor ezek ilyen kis faldíszek. Most erre kiírhatunk saját szöveget. Popcorna szádba, ne a földre. Ezek ilyen kis tippek, trükkök a mozizáshoz. Láttam egy kis srácot befelé jövet, de most nem látom, szóval akkor ő valószínűleg csak nappal van ott. Hol is lakok? Ah, megvan. Ez itt belief szobája, oda nem mehetünk be. Ez se a miénk. Ez a miénk, oké. Nice. Igen, itt a kis srác. Szevasz, Kevin! Nem érdekel egy jó ajánlat? Szerintem egy jó darabig te mennél minden évbe. Mit gondolsz? Csak otthon kéne maradni egyedül. Tudna nekem segíteni? Miért? Az én nevem Kevin. A szüleim itthon hagytak. Hát, szar ügy. Nagyon unatkozik, szóval csapdákat épít a házba. Tudsz nekem segíteni? Persze. Kettő plank. Wow, Kevin, hát a filmben egy kicsikét kreatívabb voltál. Csá, Jézusom, miért indult meg így felém? Ő is védelmi pénzt követett tőlem, nem tudtam, Miskolcon nyitottuk a izét a mozit. Hát takarodj már innen. Napi háromszor kerülök életveszélybe. Úristen, itt már van HP csíkom, az nem annyira jó. De szerencsére olyan szerencsétlen, hogy nem nagyon bír utolérni. Hallod, néni, lenősöd már. Mindjárt kezdődik a vetítés, hagyj menjek. Oké, szerintem... Done. Ennél szomorú padlizsát már régen láttam. Kicsit megérezkedett. Na jó, nyissunk ki. Oh, szia! Mindjárt jövök be, Liv, csak vetítést kéne lebonyolítani. Itt a finom tegnapi kukorica. Parancsolj. Már krumplit is kér. Igen, az már tegnap készült. Tessék, készül a következő. Oh my god, megörülök ettől a kukoricapattogtatás hangtól. Kell vennem egy kukoricagépet magamnak ezekhez a videókhoz. Mondjuk hiába úgy lenne olyan jó íze. Egy mozit kell venned, hogy mozis popcorn tudja lenni. Nem tudom, mi a varázstrükk. Oké, okay, megy a vetítés, bizu van. Oké, okay, egy alkalmazott, nagyon jó, mondod, Meliv. Felveszünk staffot, azaz, kösz szépen, kontaktálsz. 18 év feletti, nagyon jó. Hopp, ott van a plank, és... Nyilván ott áll előtte egy csávó. Na jó, üssük össze! Gyere! Legfontosabb fejlesztés a baseball ütő lesz. Komolyan. Hoppa, lehet védekezni? Na most, gyere kicsik! Ha! Azt már kapod is vissza. Itt a plank, Kevin. Már csinálj is a csapdákat, nagyon helyes. És... nincs több. Szerintem lesz itt még küldik. Ez a vége a vetítésnek. Gyors takarítás. Oh my god, amúgy nem néztem, hogy mik a felkapott filmek. Várjál már. Ó, a Fast and Furious, igen. Hát az én kedvencem is az, viszont a mai napot azt már bebuktuk, mert nem néztem időbe, szóval most... hát nem most, hanem majd a nap végén kell átrakosgatni őket, csak nem szabad elfelejteni. Annak kell lennie mindig a legutolsó lépésnek. Aztán majd holnap megy a jó kis dízel fart. Az első minigame-be beragadós bug. Ez kedvencem. Ah, viszont folyamatosan ment a játék, ami jó, csak az asztalon lévő popcornjaimat nem. No, várja, Kevines folytatódik, és ide kell jönni a Mikuláshoz. Ad ajándékot, ha segítek neki. Hey, ez nem éppen így szokott működni, Mikulás. Kölgjél csak ki az ajándékot. Környék gyerekeinek a címét kell neki megszerezni. Ez nekem elég gyanús. Szevasz, kisrác, egy szörös bácsi akarja tudni, hogy hol laksz. Mondd már, Kevin, hozzád is jönne Mikulás. Mondj csak el, hogy hol laksz, bár nem, mit nem tudnám. Jó, elvileg mindent begyűjtöttünk. Újabb munkanap vége, mehetünk haza, és... ó, csokolom! Csak nem a plakátot nézegeti. Épp egy ilyen jegyeladót vagy popcorn gépkezelőt keresünk. Nem csak erre visszajön az önéletrajzával. Tökéletes! De aztán az is bele lett írva, hogy egyetemet végzett kanálhajlításból. Jó lesz az. 2000-i segítsünk neki, hogy tudjon valami kaját venni magának. Hát figyelj, kicsit kipufozza magát, még a popcorn gép mellé is odaengedném, szóval why not? Hát ha összebarizunk vele, az biztos, hogy megköszönte. Erre már Fast and Furious az nem nagyon rakható be a listára. És láttam itt egy olyat, hogy filmbolt lehet, hogy meg kell először venni, hogy le tudjuk játszani. Végül is. De mondjuk itt pont nem látom. A szívás, akkor maradhatunk egyelőre ezeknél a filmeknél. Figyelj, egyelőre így is sikerül teltházat csinálni mind a két helyre, szóval teljesen jó. Csároti, te is jönnél hozzánk dolgozni? Inkább helyet váltanál? Legyél óvatos. Nem tudhatod, hogy milyen emberek vannak. Hát én egy kasszár szeretnék, tehát hogy csak nem egy emberrabló. Ó, de itt is van a néni. Meghozott az önéletrajzát. Hello. Megkapott egy munkát másik helyen. Miért? Lelettünk pattintva.
Jó, akkor így nem kapsz preview-ot. Amúgy se kaptál volna, de így főleg. Mert fejlesztés a WC-kre is, hát most már több lesz, meg lehet customizolni is, még nem. Azokat fel kell oldani. Ó, aha, 3 WC. Kultúráltabb. Elnézést, ne kapcsoljam ki a filmet, nem túl hangos, hogy nem nyomja el a telefon. Add ide azt, de nagyon gyorsan. Hogy elkoboztuk a telefonját? Már vissza is az aciba, csá! Kis körtefón. Nincs nálunk problémázás, komolyan. De amúgy messzebb nem is ültetettélek titeket egymástól. Fissék egyetek. Ó, viszont most felkapott lett a Good Boys, benne van a helyi Will Smith, szóval csak ütős film lehet. És láttam, hogy ez itt megvásárolható, csak kérdés, hogy mennyire 1250, hát teljes mértékben. És ezt is láttam, hogy ez is felkapott. 1666 ér, és akkor be is rakjuk a stúdió egybe a Good Boys-t, a kettőbe pedig ezt. Igen. Így. És hát reméljük akkor. Holnap tolongás lesz majd. És hogy látom, valaki megint csak érdeklődik az állás iránt. Na, most Pette esetleg jössz is. What? Most hova mész? Itt beszéljük meg a részleteket, vagy... Oké, majd akkor holnap. A Miki bácsirik is leinfózzuk a dolgokat. És mi is megkapjuk majd az ajándékukat, amikor legközelebb összefutunk vele. Helyes, helyes. És el is rakhatjuk magunkat a mára. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Úgy nagyjából hozza azt, amit szokott hozni Andy Lukitu a játékaival. Továbbra is olyan kis chilles, kis jópofa game. Kíváncsiak, hogy nektek hogyan tetszik, hogyha szeretitek még belőle részt, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, és ami nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Na, sziasztok!